Tóth Bettina magánvállalkozó fodrászatot tart fenn. Azon helyi nők közé sorolható, akik a szülőföldön való érvényesülés mellett döntöttek. Alkalmazottai is vannak, hiszen egyedül nem győzne minden munkát elvégezni. Szerinte a nők ugyanúgy megállják a helyüket magánvállalkozóként, mint a férfiak. Az, amikor az ember szereti azt, amit csinálja, akkor már a környezetére sem úgy tekint, mint hogyha a munkásai lennének, vagy mint hogyha munkaadó lennék. Ugyanúgy részt veszek a munkába, ugyanúgy kímélem őket is, mint magamat is. Nőnap alkalmából több munkánk van. Az emberek szeretnek, mikor van valamilyen ünnepség, vagy pedig valamilyen alkalom szépítkezni, úgyhogy mit vagyunk nekik, és támogatjuk ebbe őket. Lévai Mátyás autószerelő műhelyt működtet a faluban. Szerinte nagyon nehéz fennmaradni, de igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy sikeres legyen a vállalkozása. Muszáj megcsináljuk magunknak egy kicsit szabad időt, mert másképp valószínűleg, hogyha nem is csinálnánk ezt az egészet. Muszáj magunkra is adjunk, ha más nem, havonta egy weekendöt, vagy két havonta egy weekendöt, hogyha egy kicsit összeszabadítsuk a helyzetet. Szerencsé, hogy még a nagyszülők élnek, azt akkor van, aki a gyerekekkel is foglalkoznak, mint minden másképp. Nagyon nehezen. A családi közös vállalkozás egyik legnagyobb sikere az akarat, a pozitív hozzáállás a munkához, tette hozzá Lévai Mátyás.